A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara és a Pécs TV közös műsorát a Monitort látják. Köszöntöm nézőinket! Ebben a hónapban is jelentkezünk telefonos gazdasági fórum műsorunkkal, melyben mindig aktuális a gazdasági élet szereplőit foglalkoztató témákat járunk körül, és vendégeinkkel igyekszünk a hátteret, az összefüggéseket is megvilágítani. Mai témánk a telepengedélyek kiadásának, illetve megújításának új rendje, és ezzel együtt egy új határidő, június 30-a. Ezzel kapcsolatosan várjuk az önök kérdéseit az 510-008, illetve az 510-009-es telefonszámokon. És akik a kérdésekre válaszolni fognak, a Monitor mai vendégei, Kovács Jánosné, a Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztályának ipari kereskedelmi csoportvezetője, Róna Szegilenke, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara innovációs osztályvezetője, és Tiderenc József, a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség igazgatója. Szeretettel köszöntöm Önöket! A jogszabály szerint igen széles az a vállalkozói kör, akiknek kötelező a telepengedélyek beszerzése. Kikre vonatkozik ez a kötelezettség? Ez a jogszabály a telepengedélyezés rendjéről a 80/1999 6.11 kormányrendelet 1999. október 1-én lépett hatályba. Ez a rendelet kiterjed jogi személyekre, jogi személyiségekkel nem rendelkező gazdasági társaságokra, természetes személyekre, itt értve az egyéni vállalkozókat és a bedolgozókat, valamint az aktív feldolgozást és bérmunkát végzőkre, külföldi vállalkozások magyarországi fióktelephelyeire, akik a rendeletben teorszámmal megjelölt körülbelül 150 ilyen megjelölt tevékenység van, ezt a tevékenységet végzik. Ezek a tevékenységek jellemzően olyan tevékenységek, amelyek egészségártalommal, tűz- és robbanásveszéllyel járnak, környezeti zavaró hatásuk van, tehát víz, levegő, talajszennyezés felléphet, illetve zavaró zajhatás, ami a környezetben lakókat zavarhatja. A korábbi vállalkozói engedélyeket 98 előtt úgy tudom még nem TEAOR szám szerint adták ki, tehát egy pici zavart is okozhat esetleg a vállalkozókban, hogy ők nem tudják, hogy mely szám szerint vajon ide tartoznak-e vagy nem. Honnan tájékozódhat egy-egy vállalkozás arról, hogy vajon őt érinti-e ez a dolog? Pécs városában a telepengedélyeket a polgármesteri hivatal hatósági főosztálya adja ki, mi a Kossuth téren vagyunk megtalálhatók, természetesen ügyfélfogadási időben mindenkinek állunk a rendelkezésére, akár telefonon hétfőtől péntekig, de személyesen is bármikor felkereshetnek bennünket, és a szolgáltatási jegyzékek, illetve a nálunk lévő segédanyagok alapján be tudjuk azonosítani a tevékenységi köröket. És gondolom nem csak a hivatal, hanem a kamara is tud ebben segíteni, és még miben? Természetesen tudunk segíteni, bár értelemszerűen a kamara hatósági és ebben a feladatkörben közigazgatási feladatot most nem lát el. Úgy vélem én, hogy a kötelező kamarai tagság eltörlése után sem mondott le a kamara gazdaságszervező tevékenységéről. Ezt bizonyította most ez a 4 rendezvénysorozatból álló rócsunk, amivel vállalkozók számára üzletember és hatóság találkozót szerveztünk Pécsett, Komlón, Mohácson és pont ma délután Szigetváron. Tanulságos volt nagyon. Elsősorban most itt rögtön szeretném megköszönni azoknak a hatóságoknak, önkormányzatoknak, felügyelőségeknek a kooperatív együttműködő munkáját, amivel, aminek révén közösen szervezhettük ezeket a találkozókat. Nagyon barátságosan a vállalkozásokat, és főleg hát az egyéni vállalkozókat bátorítva tájékoztatták őket arról, hogy milyen rendeletek, törvények élnek már évek óta, amelyeknek hát most egy ilyen engedélybeszerzésben kellene megvalósulniuk. Ezeken a találkozókon nem csak kamarai tagok, hanem kamarán kívüli vállalkozók is voltak. Én úgy gondolom, hogy őket továbbra is úgy kell tekinteni, mint választókat,
és ez az információnyújtás, amiben a kamara támogatja őket, ez változatlanul egy kínálat számukra. Együtt tanultuk meg mi is az önkormányzatokkal, engedélyező hatóságokkal azokat a részleteket, amelyek most már ebben a hátralévő három hónapban nagyon, nagyon fontosak. Az egyik szolgáltatásunk, nyilvánvaló, hogy közösen átnéztük a rendeleteket, egyebeket, még arra is készülünk most, hogy segítenénk azoknak a környezetvédelmi szakértőknek, egyéni és társas vállalkozásoknak a névsorának a kiadásával, akik főleg a kis cégeknek ezt az engedélyezési eljárást szakértéssel még tudják könnyíteni, meg tudnák segíteni. A telepengedélyhez számos szakhatósági engedélyre lesz szükség. Az egyik ilyen a környezetvédelmi hatóság igazolása arról, hogy minden rendben működik egy-egy ilyen tervezet vagy már működő telephelyen. Az önök felügyelőségénél megszaporodtak-e azok a kérelmek? Több vállalkozó jelentkezette már ez ügyben? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy a kérelmek és az eljárások száma jócskán megnövelte a munkánkat. Ez a felügyelőség feladatai között is annyiban újszerű, hogy ilyen jellegű üzemeltetési működési engedélyek eddig nem nagyon voltak. Elsősorban korábban építési engedélyek, használatbevételi engedélyek és mondjuk bizonyos veszélyes hulladékokra vonatkozó kezelési engedélyeket kellett így közvetlenül kiadnunk, vagy szakhatóságként részt venni bennük. A telepengedélyek száma az annyiból nagyon nagy, mert nagyon sok az érintett telephely, tehát hogy a kolléganők említették, és ez azt jelenti, hogy ez alatt a közel egy év alatt, amióta úgy komolyabban elindultak az ilyen engedélyezési eljárások, és most elsősorban csak a meglévő telephelyekre gondolok, mert hát új telephelyen nagy számban nem létesül. Olyan 400-500 telepengedéllyel kellett foglalkoznunk, illetve ezen ekkora számú eljárásba vettünk részt. Persze ez nem csak Baranya megyében, hanem esetünkben Somogy megyére is vonatkozik. A 99-es kormányrendelet szerint tulajdonképpen már másfél évvel ezelőtt meg kellett volna történnie mindannak, amire most még néhány hónap haladékot kaptak a vállalkozások, hiszen az új határidő június 30-a. Közel van és sok a teendő, a hatóságnál megszaporodtak-e már a kérelmek? Igen. Azt tapasztaljuk, hogy megszaporodtak a kérelmek, bár még mindig nem olyan arányban, mint valójában feltételezzük. Tehát gondolom, hogy nagyon sok vállalkozó lesz, aki kivár, és az utolsó pillanatban igyekszik majd benyújtani a kérelmét. Én itt megragadom az alkalmat, és felhívom a telepengedélyre kötelezettek figyelmét, hogy a sorbaállások elkerülése véget. Javaslom, hogy minél előbb keressék fel az irodánkat, és természetesen minden felvilágosítást és segítséget meg fogunk adni. Baranyában körülbelül ez hány vállalkozót érinthet, hány ilyen cég van? Sajnos erre nem tudok válaszolni, mert a mi hatáskörünk kizárólag Pécs városára terjed ki, és szerintem erre a kamarának sokkal nagyobb rálátása van. Itt van a kamara. Ahogy mi látjuk a gazdaságot, az nyilvánvaló az egyéni és társas vállalkozások korábbi bevallásai alapszik. Megnéztük a cégregiszterben ezeket a számokat. 2300-2500 baranyai vállalkozás van, és valamennyi egyéni vállalkozó, akiket még nem láttunk az idei bejegyzések közül. Minden bizonyan lesz dolguk elég. Hogyha egy vállalkozó szemével nézzük, bizony nem egyszerű dolog megszerezni, vagy akár megújítani a telepengedélyt. A kérelem beadásától az utolsó pecsétig sok minden történik. Baranya megyében több ezer vállalkozást érint az a 99-ben keletkezett kormányrendelet, amely a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységeket, illetve a telepengedélyezési eljárás szabályozza. Ennek értelmében a rendelet mellékletében felsorolt tevékenységet folytató vállalkozások új telepengedélyt kötelesek kérni a területileg illetékes polgármesteri hivataltól.
Az önkormányzatok más-más módszert alakítottak ki az engedélyezési eljárásra. Pécsett az ügyfél kérelmére indulhat el az engedélyezés. Az ügyintézés egy 4 oldalas formanyomtatvány kitöltésével indul, amelyhez a tevékenységi kör igazolására szolgáló iratok mellett különböző szakhatósági engedélyeket is csatolni kell. Így a környezetvédelmi felügyelőség és néhány esetben a tűzoltóság engedélyén túl az ANTS és a vízügyi igazgatóság véleményétől is függ az engedélyezés. Alapvetően 3 témakört vizsgálunk, a telephelye kivóvíz ellátása, ipari víz ellátása, illetve szennyvíz elvezetése az egyik témakör, a másik a vízbázisra gyakorolt hatása, hol helyezkedik el, veszélyezteti a tevékenység a vízbázist, a harmadik pedig a telephely csapadékvíz elvezetése. Fel kell mérnünk a telephelyen a végzett munka jellegét, a munkaeszközöket, gépeket, a felhasználásra kerülő anyagokat, a dolgozók milyen védelemben részesülnek, a munkafolyamat során fellépő expozíciók ellen, fel kell mérnünk, hogy milyen vegyi anyagokat használnak, ezeknek a megfelelő bejelentését a munkáltató megtette intézetünk felé, fel kell mérnünk a munkavédelmi szabályzat meglétét, az egyéni védőeszközök való ellátottságát a munkavállalóknak. Mindezekre a felmérésekre egy helyszíni terepszemlén kerül sor, amelyen a polgármesteri hivatal által meghívott szakhatóságok és a telephely szomszédai vesznek részt. A terepszemlén felvett jegyzőkönyv rögzíti az esetleges hiányokat, amelyeket a hatóságok által megadott határidőkig teljesíteniük kell a vállalkozásoknak. 2000-ben csaknem 180, idén pedig már mintegy 50 engedélyezési eljárás zajlott le. Vegyes képet mutatnak ezek, többségében megfelelnek. Egy-két esetben találtunk olyan helyeket, ahol hát a meglévő műveiket jogszerűsíteni kell, mert nem rendelkeztek vízöki engedéllyel. Elég széles a paletta, tehát vannak cégek, akik igencsak elé mennek a szakhatóságoknak, tehát előzetesen bejelentkeznek, érdeklődnek, hogy mit kell biztosítaniuk, minek kell milyen papírokat, milyen okiratokat kell beszerezniük, illetve hát a másik véglet az, hogy a telepengedési eljáráson kell nagyon sok mindent előírnunk, különböző műszeres méréseket, hiánypótlásokat, amiket hát előtte meg kellett volna tennie a munkáltatónak, és hát ez elmaradt. Az engedélyeztetésre kötelezett vállalkozások zöme még az eljárás előtt van, így számukra mindenképpen hasznos, ha alaposan felkészülnek a telepengedélyezésre. Az engedély megszerzéséig vezető útát meglehetősen göröngyös. Most próbáljunk meg néhány gyakorlati tanácsot adni a vállalkozóknak. Először is azt kellene talán tisztáznunk, hogy ugye teljesen más a dolga annak, aki már eddig is működtetett telephelyet, és annak, aki most egy új telephelyet szeretne létesíteni. Igen, különbséget kell tenni, mert azokra a vállalkozókra, akik 1999. október 1-je után kezdték a tevékenységüket, őnekik folyamatosan, tehát a tevékenységük megkezdése előtt be kell nyújtani a kérelmet, és le kell folytatni a telepengedélyezési eljárást, és a tevékenységet addig nem kezdhetik meg, amíg jogerős telepengedéllyel nem rendelkeznek. Ez a 2001. június 30-ai időpont, ez a 99. október 1-je előtt már működő üzemeltetőkre vonatkozik. Nagyon lényeges azt hangsúlyozni, hogy a korábbi telepengedélyezési jogszabály, a 20/1982-es, az kizárólag kisiparosokra, egyéni vállalkozókra és gazdasági munkaközösségekre terjed ki. Tehát társaságok nem rendelkezhetnek telepengedéllyel. A kitöltési útmutatóban több mint 12 szakhatóság van feltüntetve, ahonnan elvileg engedélyt kell beszerezni. Nyilván, hogy mindenkire nem vonatkozik mindegyik szakhatósági engedélyeztetés, ez függ a tevékenységtől is, de honnan tudja egy vállalkozó, hogy ő rá melyik vonatkozik? Ezt az ő dolga eldönteni. Nem a vállalkozó dolga eldönteni. Jellemző az, hogy a szakhatósági engedélyeket már mondjuk egy építési engedélyezési eljárásban beszerezték. Tehát rendelkezésükre áll a már működő üzemeltetőknek egy szakhatósági engedély. Új szakhatósági engedélyeket külön eljárásban a telepengedély benyújtása előtt nem kell beszerezniük. Ezt a
polgármesteri hivatal a telepengedélyezés során megkeresi a szakhatóságokat, és annak az eljárásnak a keretében szerzi be a hozzájárulást. Előfordul, hogy egy vállalkozás közvetlenül önöket keresi meg, hogy környezetvédelmi engedélyt kapjon? Minden bizonnyal előfordul ilyen is, de igazából véve ezért nem haragszunk. Tehát nagyon szívesen adunk már előzetesen felvilágosítást abban a tekintetben, hogy környezetvédelmi szempontból milyen kérdések merülnek fel, és miket kellene megválaszolni egy telepengedélyezési eljárásba. És ha itt visszautalhatok az előző dologra, építési engedély valóban megelőzi új üzemnél a telepengedélyezési eljárást. Éppen ezért, de hát a korábbiakat azt most kár taglalni, hogy hogy volt korábban, de éppen ezért mi készítettünk úgy az építési engedélyekre, mint a telepengedélyekre vonatkozóan egy ilyen kérdőívet, amiben az adott engedély fajtának megfelelő kérdéseket és hogy milyen dokumentációkra lenne szükség, ezeket állítottuk össze. Most az építési engedélynél ebből adódóan, hogy a telepengedély ezt követően, mint működési engedély tölt be szerepet, az építési engedélynél bizonyos korábban, amik kérdések voltak, azokat most már nem kell vizsgálnunk, mert értelmetlen, mert ez a későbbi engedélyezés során előtérbe kerül. Na most abban az esetben, hogyha minket így előzetesen megkeresnek, akkor egyrészt ezeket a kérdőíveket már rendelkezésre tudjuk bocsátani. Tudunk segíteni abba, hogy valójában körülbelül mire lenne szükség az adott tevékenység telephely esetében, és nagyon gyakran az sem kizárt, tehát egy nagyon kis telephelynél, vagy olyan jellegű tevékenységnél, hogy úgy tudunk akár ott a helyszínen segíteni ennek a kitöltésébe, hogy későbbiek során nem jelent bonyodalmat, vagy közvetlenül már beadhatják a kérelemhez. Az engedélyeztetési eljárásnak egy nagyon fontos állomása a helyszíni szemle. Erre mikor kerül sor, és kik vesznek ezen részt? A helyszíni szemlére a kérelem benyújtását követően, illetve annak vizsgálata után kerül sor, hogy a kérelmező az üzemeltetőt csatolta el a jogszabályban előírt iratokat. A helyszíni szemlére meg kell hívni a kérelmezőt, meg kell hívni az adott ingatlan, illetve a szomszédos ingatlanok tulajdonosait, kezelőit, használóit, meg kell hívnunk a szakhatóságokat. Tehát ők részt vesznek a helyszíni szemlén, ez az értesítés, ez a meghívó, ez a helyszíni szemlét megelőzően 15 nappal kiküldésre, kiértesítésre kerül. A nézőknek mondom, 510-008, 510-009, hívjanak bennünket, hogyha kérdésük van a témával kapcsolatban. Kérdés egyébként néhány érkezett már eddig is. A helyszíni szemlével is kapcsolatos egy picit a következő kérdés, mely azután érdeklődik, hogy milyen jogaik vannak a szomszédoknak. Tehát például őket meghívják-e erre a helyszíni szemlére, és ők is elmondhatják-e véleményüket, hogy esetleg nekik nem tetszik, mert túl zajos egy vállalkozás. Azért, hogy nehogy valaki kimaradjon abból a körből, hogy szomszédnak minősül vagy nem, ezért Pécsen az az eljárás, hogy a kérelmet, a telepengedély kérelem benyújtását követően a szomszédok adatai miatt megkeressük a földhivatalt. A földhivatal közlése alapján készülnek el a meghívók, és meghívjuk a szomszédokat. A szomszédok a helyszíni szemlén részt vehetnek, ott elmondhatják az észrevételeiket, elmondhatják a panaszukat, ezek a jegyzőkönyvbe rögzítésre kerülnek, illetve ezeket a szakhatóságok még nagyobb odafigyeléssel, és mindenféle jogszabályi előírásra kiterjedően megvizsgálják. Figyelembe szokták venni a szomszédok véleményét? Természetesen, mert abban az esetben, hogyha meglévő telephelyről van szó,
akkor feltételezhető, hogy a szomszédok az elmúlt időszakokban némi tapasztalatokkal rendelkeznek már az adott tevékenység környezeti hatásait illetően. Éppen ezért ezeket a véleményeket messze menően figyelembe kell venni. Persze itt elsősorban zaj, légszennyezés, esetleg hulladékokkal kapcsolatos panaszok lehetnek, amelyek azt jelentik ezt követően, hogy a kérelmezőnek, tehát az üzemeltetőnek ezeket valamilyen szinten igazolnia kell, és mondjuk mi jobban megvizsgáljuk. Az sincs kizárva, hogy valamilyen méréses vizsgálatot is el kell rendelnünk, ha nagyon nagy baj van, vagy pedig azt mondjuk, hogy utólag mi ellenőrizzük valamilyen formába méréssel vagy egyéb vizsgálattal a telepet. Egy másik nézőnk úgy véli, hogy a környezet védelmébe a környéken élők nyugalmát is bele kellene érteni. Szerinte például egy családi házas övezetben nem való egy autószerelő műhely. A környezet nyugalma szempont a környezetvédelem terén? Természetesen szempont, csak a hatósági tevékenységbe jogszabályok, előírások, határértékek azok, amelyek megszabják a mi feladatainkat és ugyanígy lehetőségeinket. Tehát azért arra tekintettel kell lenni, hogy a jogszabály az mind a két félre vonatkozik, a kérelmezőre is, és a környéken lakókra is. Következésképpen, ha a kérelmező az adott jogszabályokat, határértékeket, egyebeket betartja, akkor ő jogosan tevékenykedhet ott, és mondjuk más meg nem igényelheti, hogy az ő lehetőségeit korlátozzuk. Tehát mi nekünk eddig terjed a lehetőségünk. Egy nézőnk azt kérdezi, illetve azt mondja, hogy ő úgy tudja, hogy vannak olyan tevékenységek, melyeket ezentúl csak lakóövezeten kívül lehet végezni. A kamara mit tud tanácsolni azoknak a vállalkozásoknak, akiknek költözniük kell? A pécsi rendezvényen az önkormányzattól Bagoly Attila úr is részt vett. Ott foglalkoztunk azzal a rendelet paragrafus ponttal, amely kijelenti, hogy a rendeltetés megváltoztatására irányuló kérvényt kell beadni abban az esetben, hogyha egy olyan tevékenység végzésére kerül sor a városban, amelynek otthont adó épület az nem arra a célra készült. Valójában ehhez kötődik egy kicsit, hát lehet persze ezt tovább finomítani. A Széchenyi terv egy bizonyos pályázati kiírása, amelynek kódszáma úgymond már kívülről tudjuk, ez a VE1, a versenyképességgel kapcsolatos, amely pénzügyi támogatást ad annak a telephelynek telephely változtatására, amelynél önkormányzati határozat tiltja ki a tevékenységet végzőt abból az építési övezetből. Tehát ez nem egy nagy összeg, visszafelé számolgattuk már, egy 7,2 millió sarokszámú beruházás esetén ennek 40%-át kaphatja meg a vállalkozás tulajdonosa, vissza nem térítendően 3 millió forintban maximálva. A kellemesebben az, hogy technológiai korszerűsítésre is lehet fordítani ezt az összeget. Kisebb városokban nem jellemző ez a fajta övezeten belüli tiltott tevékenység. Pécset is gondolom főleg ilyen benszoruló lehet. Ez pillanatnyilag még nyitott ez a kérdés, hogy június 30-ig találunk-e közösen. Ilyet mi jeleztük, hogy a Széchenyi tervhez a támogatást még adjuk, hogyha ebben kíván a vállalkozó pályázni. A másik dolog, hogyha telephely technológiai vagy technikai problémái vannak, hosszas keresgélés után is a mikrohitel felé tudjuk terelni a 10-nél kevesebbet foglalkoztató vállalkozásokat. Ez még mindig a 11%-os kamatával nem egy rossz pénzügyi támogatás. Azoknál, akiknél tényleg beruházással lehet csak a követelményeknek, előírásoknak megfelelni. Közeledik a június 30-ai határidő. Hogyha valaki nagyon elégkészül, mindent előkészít és mindent szabályosan végigcsinál, tulajdonképpen mennyi ideig tart egy ilyen engedély megszerzése? Pont a mai nap egy ügyfél kérelmére
kérdésére számoltuk ki, hogy a benyújtástól, ha minden jól megy, simán, minden irattal rendelkezik, illetve a szakhatóságok a megadott határidőn belül nyilatkoznak, körülbelül 2 hónap. Tehát akkor mindenképpen most már el kell kezdeni. Igen. Ahhoz, hogy a június 30-ai határidőig ez megvalósulhasson. De azért ezzel még nincs vége, ugye? Mert hogyha meg is van az engedély, gondolom én, folytatódnak az ellenőrzések, tehát nem egy végérvényes dologról van itt szó, ha pecsét is kerül rá. Folytatják-e, tehát a hatóságok időnként megjelennek-e és ellenőrzik-e, hogy betart-e mindent a vállalkozó? Természetesen igen, erre szükség van. Abban az esetben, amikor különösebb, most környezetvédelmi szempontból mondom, probléma vagy kérdés nem merül fel, akkor ez felesleges, tehát zaklatásnak semmiképpen nincsen se indoka, se helye. De akkor, amikor, mint említettem, lehetséges, hogy mérése van szükség, egyéb ellenőrzése, akkor helyszíni ellenőrzésekre és mérésekre is sor kerülhet. Még egy dolog hozzá tartozik persze, hogy környezetvédelmi szempontból, ahogy eddig is, és most lehet, hogy eddig nem tudták, nem teljesítették, de a jövőben is, sőt azt kell mondanom, hogy fokozatosan kiterjedő és szigorodó formában, vannak olyan erőírások, amelyeket be kell tartani, és amelyek, hogy úgy mondjam, folyamatos tevékenységet igényelnek a vállalkozó részéről, például a különböző adatszolgáltatások, veszélyes hulladékokra, a levegőtisztaságvédelemre vonatkozó éves bejelentések. De itt még hozzá kell tenni azt is, hogy mai napon kaptam körülbelül ilyen vastagságú jogszabály tervezeteket, amelyeket pár napon belül kell véleményezni, az elmúlt napokban jelentek meg újabb jogszabályok, tehát az EU jogharmonizációval kapcsolatban nagyon szaporodnak az újabb követelmények és előírások, amelyekre hát az üzemeltetőknek folyamatosan figyelőkérlésbe kell tartani. Ezt az nyomon kell követni, és ebben a kamara is nagy segítséget tud majd nyújtani a jövőben. És a végére igazán nem riogatásképpen, de azért azt is tudniuk kell a vállalkozóknak, hogyha nem szerzik meg ezeket az engedélyeket, vagy valami kiderül, hogy mégsem úgy működik, ahogy kellene, akkor milyen szankciókat alkalmazhat a hivatal ellenük? Polgármesteri hivatal, ha ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a tevékenységet nem a jogszabályban előírt módon folytatják, illetve a szakhatóságok nekünk azt jelzik, hogy ellenőrzések során olyan tapasztaltak, ami nem felel meg az előírásoknak, nem tesz eleget a telep a hatályos jogszabályi követelményeknek, akkor az észlet hiány fel kell szólítani az üzemeltetőt, és az észlet hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napig a tevékenység felfüggeszthető, illetve korlátozható. De nem ez a cél. Mindenkinek azt javaslom, hogy az előírásokat érdemes betartani. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk, és a vállalkozóknak pedig még egyszer felhívom a figyelmét, június 30-a az új határidő. A telepengedélyeztetés témájáról egyébként további információkat is olvashatnak a Dél-Dunántúli Gazdaság legfrissebb számában. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara lapja megújult formában havonta tájékoztatást térségünk gazdaságát meghatározó döntésekről, a megye üzleti életének kiemelkedő eseményeiről. Beszámolnak helyi gazdaságfejlesztési programokról, pályázati lehetőségekről, a munkaerőpiac és a szakképzés alakulásáról, pénzről és piacról. A február végén megjelent számban olvashatnak többek között az Innovációs és Technológia Fejlesztő Központ tervéről, a Baranyai Várprogramról, a dohányreklám vitatott kérdéseiről, és azokról az EU forrásokról, melyekre a kis- és középvállalkozások számíthatnak. És természetesen nem csak a Dél-Dunántúli Gazdasági Magazin, hanem a Monitor is havonta várja Önöket a képernyők elé. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!